Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a meghívóitok nevében. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, Vágvölgyi Gergelynek hívjak, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy ma a műsorvezető lehetek ezen az estén. Azon az estén, amely egy nagyon különleges este, hiszen most nem valamilyen felkészülés, egy előkészület jegyében gyűltünk össze, hanem reflektálni szeretnénk valamire, egy egyház történetileg kiemelkedő eseményre, amely a hétvégén már megtörtént. Hálát adni jöttünk. Azért adunk hálát, hogy két nagyszerű pápát, az egyház történet és a világtörténelem két igen kiemelkedő alakját az Anya Szent Egyház az oltárra emelte, és most már szentként tisztelhetjük őket. Amikor ma reggel megkérdezték, hogy mi is lesz ez az alkalom, és még bevallom őszintén, igen, csak álmosan kerestem a gondolataimat, próbáltam néhány szóban összefoglalni, hogy miért is fontos mindez, akkor azt mondtam, hogy alapvetően a fiatalok pápáját avatták szenté, és egy olyan pápát, aki lehetővé tette, előkészítette azt, hogy a fiatalok pápája felléphessen a történelem színpadára. Ezért gyűltünk ma össze, és arra kérek mindenkit, hogy egy megfelelő lelkülettel, imádságos, de örvendező lélekkel vegyen részt a ma estén. Szeretnék megosztani egy idézetet veletek, ezt Szent II. János Pál pápa írta a Redemptor Hominis című első enciklikájának bevezető gondolatai között. Az embert megváltó Jézus Krisztus az egész történelem középpontja. Szívünk és lelkünk feléje fordul ebben az egyedülálló időszakban, amelyet most él át az egyház és az egész emberiség családja. Isten a megtestesülés által megadta az emberi életnek azt a távlatot, amelyet teremtésétől fogva neki szánt, mégpedig véglegesen megadta. Igaz, a maga sajátos isteni módján, örök szeretete és irgalmassága szerint, megőrizve teljes isteni szabadságát. Olyan pazarló bűnkezűséggel adta, hogyha az eredeti bűnre és az emberiség összes személyes bűnére tekintünk, és figyelembe vesszük az emberi értelem, az akarat és a szív tévejgéseit, lehetetlen nem ismételgetnünk a Szent Liturgia szavait. Ó, boldog az a bűn, amelynek ilyen nagy megváltója lett. Adjunk hálát most együtt a szenti avatásért, ezért a történelmi pillanatért. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel a ma esti fellépőket, elsőként az MKK Műegyetemi Katolikus Közösség csapatát. Thank you.
És akkor megkérem Pálkozdi atyát, hogy fáradjon ide mellém. Szeretném őt kérdezni, őt többek között szerintem nagyon nem kell bemutatni senkinek, de a rend kedvéért Pálkozdi István atya az egyetemi lelkész Budapesten, és sokáig ugye a pápa magyar hangjaként ismerték az atyát. Talán akkor kezdjük is ezzel, hogy miért így ismertek téged, atya. Hát hosszú éveken keresztül a televízió katolikus műsoraiban a pápának a magyar fordítását kellett gondoznom. Itt ül a sorok között Pípó Józsi, aki sokat dolgozott a háttérmunkálatokban, emlékezik ezekre az eseményekre. Szépek voltak ezek, és nagy élmény volt elsősorban nekünk, akik csinálhattuk ezt a stúdióban, bent a televízió háttérmunkálataiban. És hát nem csak én vagyok a pápa magyar hangja, hanem Kada Lajos érsek úr is, mert mikor a pápa itt volt először 91-ben Magyarországon, akkor sokszor mondott magyar mondatokat, de aztán átváltott olaszra, és akkor Kada Lajos magyar érsek tolmácsolta az ő beszédeit magyarra. Őszintén remélem, hogy nekünk nem kell majd ilyet csinálni, hogy atya hirtelen nem váltasz mondjuk olaszra, mert tanultam, de vagy inkább tanították az olaszt, az igazság. Angolra válthatsz nyugodtan. Miért lett az ifjúság pápája II. János Pál? Miért kapta ezt a jelzőt? Valószínűleg mindannyian gondolunk az ifjúsági világtalálkozókra, amelyeket ő indított útjára, na de elég egy ilyen esemény ahhoz, vagy egy ilyen gesztus, hogy rögtön az ifjúság pápájaként apostrofáljanak valakit? Két határpont jut az eszembe. A legelső, az első ünnepélyes pápai szentmiséje, pápai szolgálat kezdetén mutatta ezt be Rómába a Szent Péter téren. Biztos mindenki emlékszik arra a képre, az oltár és a pápai szék között egy nagy piros szőnyeg volt kifeszítve, és ezen indult a pápa az oltártól vissza a pápai székhez, és egy pici gyerek, elszabadulva a szüleitől, olyan idős lehetett, mint az Orsi, egyszerűen csak odafutott a pápához és nézte. És a pápa pedig megfogta a kezét, és ketten együtt vonultak föl a pápai trónusig. Én azt hiszem, ez egy szimbólum volt, amely végigkísérte az egész pápai szolgálatát. Egészen addig, ameddig 2005-ben, azon a húsvét utáni szombaton, tele volt a Szent Péter tér fiatalokkal. A pápa ekkor vesztette el végleg az eszméletét, és még az utolsó pillanatban nem azt mondták neki, hogy itt vannak a bíborosok, vagy itt vannak a teológusok, vagy itt vannak a tudósok, vagy itt vannak a lengyelek, hanem azt mondták neki, hogy tele a Szent Péter tér az általa vezetett fiatalokkal. És erre még bólintott egyet, és elmosolyodott. Ez volt a földi életének az utolsó emberi gesztusa. A két pont között, tehát a pápai szolgálatot megnyitó picin gyermek és a teli Szent Péter tér között nagyon-nagyon sok esemény volt, amely bizonyította az egész világ előtt, hogy ő szereti az ifjúságot. Csak egyet szeretnék kiemelni, itt elhangzott az ifjúsági világtalálkozóknak a gyakorlata, amelyet a 80-as évektől ő vezetett be, és maga sem gondolta volna, hogy bárhol a világon ezeket összehívja, több millió fiatal gyűlik össze. Nem csak azért, hogy a pápát lássa, hanem hogy ünnepelje az egyház fiatalságát, amelyet a virrasztásokon, a Franciaországban lefolytatott ünnepélyes keresztelésen, később a szentségimádáson, vagy 2000-ben Rómában az ifjúsági világtalálkozón, ott a résztvevők megéltek, hogy még öregségében is, gyengeségében is ki tud találni olyan gesztusokat, például a botjával, megforgatva a botját, szinte vezényelt a zenekarnak, vagy pedig apró gesztusokkal próbálta az ütemet kísérni, ezzel jelét adta annak, hogy gyengeségében, elesettségében, amikor már hangja is nagyon meggyengült, akkor is volt szíve azokhoz, és nem mondta, hogy én maradok otthon a beteg ágyamban, vagy a zárt szoba falai között, hanem kiment és velünk volt, ameddig csak lehetett, mert szerette az ifjúságot. Nagyon sok egyetemistáknak szervezett programra
kaptunk mi is meghívót Rómába, szinte minden évben volt valami kongresszus, valami összejövetel, valamilyen továbbképző, amelyre kifejezetten az egyetemi ifjúságot, az európai és a világ ifjúságot hívta, illetve külön az egyetemi tanároknak tartott ugyanilyen konferenciákat. Ezek mindig nagy élmények voltak, soha nem hagyta mondjuk az államtitkárra, vagy egy bíborosra, vagy egy másik püspökre, hanem ő maga fogadta a résztvevőket, mert tudta, hogy aki eljön Rómába, az vele szeretne találkozni, és az ő mosolyából, az ő szeretetéből meríteni. Én azt gondolom, hogy reggelig lehetne ezeket az emlékeket fölidézni, hogy mennyire igaz, hogy ő tényleg az ifjúság pápája volt. Még egy felidézésre azért megkérnélek, atya, akár a körleveleiből, enciklikáiból, homiliáiból, ki tudnál emelni egy olyan gondolatot, ami kifejezetten nekünk fiataloknak szólt, ami a nagyon hivatalos tanító részéhez tartozott az ő munkásságának, szolgálatának? Többször ismételte azt, hogy a fiatalok a holnap hajnal csillagai. Ezt költői módon újra meg újra hangoztatta, hogy bennük látja a reményt, a jövő reményét az ifjúságban. Bízik bennük, nem mond le róluk. Őket is bátorította újra meg újra, hogy ne féljenek. És ez azok számára, akik korábban a vasfüggöny mögött éltek, a keleti országok fiataljai számára, ezek közé tartoztunk mi is, tényleg nagy bátorítás volt. Könnyen beszél az, aki nem élte át ezt, de ő maga átélte Lengyelországban az üldöztetést, az egyházüldözést, az, hogy nem engedték meg a novautai templomot fölépíteni, mégiscsak fölépült. Sok-sok találkozó, lelki gyakorlat, továbbképzés, föld alatti iskola, teológia, filozófia, tanítás, mind a nevéhez fűződik, és ez a pápa lépett ki a világ elé, és bátorította a fiatalokat, hogy ne féljetek. A modernkori kísértésektől se, az istentelenség kísértésétől sem, maradjatok meg a Jóisten és Jézus Krisztus közelében. Ezt nagyon sokszor ismételte, és tényleg bennük az ifjúságban látta a jövő hajnal csillagát, hajnal szemeit. Atya, végezetül a mai este másik aktualitásáról vagy céljáról kérdeznélek téged, hiszen úgy hirdettük meg ezt a mai alkalmat, hogy ez egyben egy jótékonysági gyűjtés is. Igen, hál' Istennek egyre többen vagyunk. 20-22 év alatt megnövekedett az egyetemisták száma, különösen is az MKK, a Műegyetemi Katolikus Közösség, ami minden csütörtökön este itt, ebben a templomban gyűlik össze. Azt hiszem, hogy 300 főre terjed a létszáma, és abból minden csütörtökön 160-180 egyetemista itt is van a szorgalmi időben. És hát bizony nem férünk el, nem lehetünk mindig a templomba nem lehet agapét tartani, nem lehet táncolni, nem lehet azért minden további nélkül szabadon beszélgetni. A lenti föld alatti hittanterem az viszont hát egy 40-50 fő befogadására alkalmas. Ezért gondoltunk arra már évekkel ezelőtt, egyszer a bíboros úr itt volt és tartott egy előadást, és elfogyott a levegő, akkor is vagy 120-an voltunk lent, és akkor született meg az ötlet, hogy bővülünk, valamiképpen szeretnénk kiszélesíteni ezt a termet. Ez a tervünk most már kezd realizálódni, és kérek mindenkit, aki ehhez hozzá tud járulni, akár fillérjeivel, akár imádságaival, jó tanácsaival, azt tegye meg. A mostani jótékonysági koncert végén a kijáratnál két persejben ezt konkretizálni is lehet. Köszönjük! Valóban nagyon szépen köszönjük, én pedig neked köszönöm, atya, hogy rendelkezésünkre álltál és beszélgethettünk. Hölgyeim és uraim, az este hátralévő részében hálát ad velünk együtt az Imperfectum együttes.